olvasmány Mózes első könyvéből. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, Isten így szólt, teremtsünk embert képmásunkra magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger alai, az ég madarai, a házi állatok, a mezei madarak, s az összes úszó mászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, s voltatok uralmatok alá minden. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madara és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezután ezt mondta Isten, íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot teret, s minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt írral, hogy táplálékotok legyen. A mező magjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és élezik, minden növény táplálékul adott. Úgy is történt, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ez az Isten igéje. Áradsz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg az egész világot. Áradsz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg az egész világot. Mondjátás lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon én, Uram Istenem. Fenségbe és szépségbe öltözöl, sugárzó fény a te pompás köntösöd. Áradsz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg az egész világot. Biztos alapra helyezted a földet, megáll rajta mindig szilárdan. Az őstengert adtad rá köntösül, vizek borították a hegyek ormait. Áradsz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg az egész világot. Könyörgünk, minden volt Öröd Isten, te munkád végzésedben csodálatra méltó vagy. Segíts megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened, nem volt fönségesre, mint az idők teljességében áldozatul adni Krisztus, a mi húsvéti bárányunkat, aki élő és uralkodik, mind örökkönökként. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbálkozott Ábrahámon, és így volt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, Istenem. Akkor ezt mondta neki. Vedd egyetlen fiatalokat, Izraelnek, Izsákot. Menj Moria földjére, és az utat fejét változatot azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Amikor megkérdeztek a mennyanyáját, és nem mondott neki, Ábrahám megérítette az oltárt, csárolta a fát, kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy felállítja. De az Úr Anya rászólt az égből és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok felelve. Az Anya fordotta. Ne nyújtsd ki kezedet a nép felé, és most már tudom, hogy téged az Isten, és egyetlen fiatal sem tagadod megszületet. Amikor Ábrahám felemelte szemét, látott egy kocs, mely szarvánál fogva fennállott a csapatban. Ábrahám oda ment, megfogta a kocsit, és felállította én. Azután az Urangyal az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta. Magamra is teszem, és az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldozott. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tenger partjait. Utódaid elfoglalják majd
Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Isten az én osztályrészem és sorsom helye, örökségemet tőle várom. Mindenkor Isten tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te bennem bízom. Örvend a szívem és dalt zeng a lelkem, sőt, testem is megnyugszik bízva. Mert nem hagyod lelkem az alvilág végén, és testemnek romlás nem árthat. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Könyörgünk, Istenünk, híveiben nyugodtra, te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével az egész föld kereksége megsokasított gyermekeidet, s a húsvéti áldozat által szolgálat Ábrahámot, esti szerint minden nemzet atyává teszed, hogy a népek hívása útjára lépjenek Krisztus, ami úr által. Amikor Izrael fiaik látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megnyertek és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és válasz ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, és akkor majd megmutatom dicsőséget a fáraónak egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt jár, megváltoztatta helyét, és mögéjük gondolt. A feldolgozó, amely előttük volt, mögöttük kereszkedett, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleteszélyen visszaszorította a tenger és kiszállította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tenger tenyéken átfúrtak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utána vetették magukat, s a fáraó minden lova, harca szekere és lovasa utána ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és a felkosztókból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekere kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez: nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszaszúrjon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besugorta őket a hamok közepébe. A víz visszaömlött és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utána nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiai az egyiptomiak hatalmától.
amelyet az Úr az egyiptomiakon véghez vitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úr. Énekeljünk az Úrnak, mert fiatalmas csodát művel. Énekeljünk az Úrnak, mert fiatalmas csodát művel. Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen megmutatta erejét. A harci paripákat lovasaikkal alámerítette a tenger mélyében. Hatalmas erőségre az Isten, megmentés oltalmaz engem. Dicsőítem, mint Uramat és Atyáim Istenét. Énekeljünk az Úrnak, mert riadalmas csodát művelt. Győzhetetlen harcos az Isten, mindenhatónak méltán mondjuk. A fáraó seregének harci szekereit a tengerbe szórta, válogatott vezéreit elnyelte a vörös tenger. Énekeljünk az Úrnak, mert hihatalmas csodát művelt. A hullámokban lelkét sírjukat, kődarabként szálltak a mélybe. Megmutattad jobb kezed roppant erejét, Istenem, jobbot az ellenséget tönkre zúzta. Énekeljünk az Úrnak, mert hihatalmas csodát művelt. Könyörgünk, Istenünk, régi csodatetteiben is tündöklő fénybe vagyolnak előttünk, mert ami hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáró üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés kizáltal a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot, választott népednek, Ábrahám igazgyőnök méltóságára, Krisztus a munkáltal. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek.
Szent Húsvét éjszakán, Úrunk föltámadásának fényével beragyogva, kérünk érezd fel egy házadból az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten gyűlökön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt levelében. Testvéreim, mi, aki Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk veletünk a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre kerülünk. Mert ha halálának hasonlóságában ebben ültünk vele, akkor feltámadásában is egyre leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk ezért feszítették vele egy keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki meghalt, egy szabadult a bűnnek. Ha Krisztussal meghaltunk, hiszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkor meghalt a bűnnek, de életében Istennek élünk. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, most az Istennek éltek, amikor Jézus Krisztus van. Ez a Isten igéje. Az asszonyok kimentek Jézus hírjára.
fiához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt engedítve a sírból. Feledtek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem bocsúttak megvetetésükből, amikor két férfi jelentek mellettük, hagyó voltában. Ilyesükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt. Feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Rövet fiára, a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölbeszítik, de harmadnapra közlelnek. Erre eszükbe jutott ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindent írva a sírban, de csak a leteket láttam. Igen, mert